Ahogy megígérte, be is tartotta az ígéretét Berki Krisztián főpolgármester erről túl, mert ugye két héttel ezelőtt itt nálunk a stúdióban azt mondta, hogy majd 13-án jól meghirdeti a programját, ez meg is történt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jól! Én tegezni foglak, Robi, nem baj? Nem vagyok hatalomhajszálásban, nem kell nekem semmilyen pozíció, azt kell, hogy egy jót beszélgessünk. Jó, szerintem így fura lesz. Egyébként mindenkit... annyit szeretnék elmondani, hogy az ATV is kint volt a sajtótájékoztatón, fél lábbal közvetített, mert azt ugyan elmondta, hogy a BKV ingyenes lesz, de azt nem mondta, hogy miért. És igen, erre lennék kíváncsi például, hogy ha már ezt meghirdette, amit egyébként korábban már más főpolgármester jelölt is meghirdetett, emlékeim szerint nem, talán nem éppen Horváth Csaba, megígérte, én viszont meg is valósítom. Jó, de ezzel ő sem nyert egyébként választást, ő sem lett főpolgármester, ön miért hisz ebben, vagy miért bízik ebben? Szerintem szerkesztő nem választást kell nyerni, hanem az emberek bizalmát kell megnyerni, és ez szerintem sokkal fontosabb. A politikusok általában a választásra mennek rá, hogy azt megnyerjék, és utána nem foglalkoznak azokkal a szavazókkal, akik egyébként rájuk szavaztak. Na, jó van, de ahhoz, hogy valaki a főpolgármesteri székbe beüljön, az a választást meg kell nyerni. Tehát itt lehet a szavakkal játszani, de az mégiscsak meg kell nyerni. Szerintem az emberek bizalma sokkal fontosabb, mint a szavazatuk, mert ha a bizalmuk megvan, akkor egyértelműen gondolom, hogy arra az emberre fognak szavazni, akiben bíznak. Jó, kérdezhetem. És akinek elhiszik, hogy meg tudja valósítani azt, ami mondjuk az ő érdekük. Kérdezhetem önt mondjuk ilyen financiális dolgokról abszolút a tekintetben, hogyha már... Ja, mindjárt kérdezem, de a nézőinket szerintem most ne hozzuk dilemmába, mert van ön mögött ja, igen, egy valaki, bocsánat, vagy valami. Ezt neked hoztam, Robi, azért, hogy ugye Tarlós István támogatja te karitatív dolgodat. Adott macit már ő és korábban. És Tarlós István október 14-től nem lesz főpolgármester, azt szeretném, hogy ezt folytonosságot megtartani. Ez egy nagyon értékes maci lesz október 14-től. Ezért hoztam neked ajándékba, igen, remélem, nem kicsi. Nem kicsi, na menjünk tovább. Kétméteres, Robi. Kettőméteres. Szóval, a BKV ingyenesi tétele, az körülbelül mennyi pénzbe kerülne? Honnan lesz 30 a forrás? Milliárd. 30 milliárd forint. 1700 milliárd forintja van a fővárosnak, amely most mindenféle bankintézményekbe befolyik, ezt egy saját bankintézménybe átcsoportosítjuk, csinálunk egy intézményt, és közép-rossz menedzsmenttel a 2%-ot, hogyha hozzuk, akkor 34 milliárd lesz ennek a profitja. Úgy és az a bank, ez ki lesz? Új bank lesz? Budapesti, egy új bankot? Budapesti természetesen. De már hogy lesz egy új bank? Igen, csinálunk egy bankot pont ezért. Vagy megegyezünk a jelenlegi bankkal, hogy egy ilyen hozamot a főváros részére sikarjon ki. Hadd kérdezzem valamiről önt. Ugye az, hogy mindenki számára ingyenes, az izgalmasan hangzik, de Budapesti miért nem differenciál? Different. Nem úgy, hanem szociális alapon. Tehát egy gazdag ember miért utazzon, akár fővárosi, akár nem mondjuk a BKV járatain, hanem mondjuk csak a rászorulók? Mert a rászoruló kevesebbet adózik, a gazdag többet adózik. Tehát arányában szerintem ugyanott van a két ember. A különbség az az, hogy aki mondjuk Vácról bejár Budapestre, és megtesz 40 kilométert, azért kell, hogy fizessen, mert az egy szolgáltatás. Ténylegesen eljut A-ból B-be. Budapesten viszont nincs szolgáltatás a BKV-nak. Tehát, hogyha te felülsz valahol a BKV-re és átmész egy másik helyre, lehet, hogy háromszor át kell szállnod pótlóbuszokra, és lehet, hogy négyszer leizzadsz, mert mondjuk nincsen klíma. Ezért lesz csak budapestieknek ingyenes, amíg nem szolgáltatás a BKV. De akkor se értem, hogy mondom, miért nem lehetett volna differenciálni, hogy a rászorultak inkább, vagy Robi, akik ez lehet, hogy egy kitűnő javaslat, meg fogom kérdezni mi a regnálásom alatt, hogy akkor mit mondanak a budapestiek, változtassunk ezen. Jó. Jó az ötlet, jó a felvetés, köszönöm szépen. Ez van egyébként az egyik program között, egyébként az ötletadója ön? Melyiknek? A BKV, tehát az ingyenes BKV. BKV, természetesen. Nem láttam senkinél, korábban nem foglalkoztam politikával. Ja nem csak ugye a kampánya során, ja, ez az ön ötlete volt, nem ja, a stábé, aki nem tudom én. Nincsen saját ötletem, stáb ötletünk van. Stáb ötlet van, én értem. Vezettem a jelenlegi stábomat. Milyen szakértőkből áll ez a stáb? Kérdezhetem ment erről? Robi, elmondtam azt, hogy az a következő találkozáskor, amikor is a negyedik programom is kint lesz, akkor be fogom mutatni a csapatomat. Ja, mert hogy folyamatosan lesz. Büszke vagyok azokra, akikkel dolgozom, és nagyon szívesen bemutatom őket. Ez mikorra várható? Két héttel a választás előtt, tehát 13-ától számít a két hét. Ó, hát ez lehet, hogy tehát a start utána azonnal a célban.
Na, akkor viszont most beszéljünk a másik programpontról. Igen. Ugye azt szeretnék, hogyha jól értettem a szavait a sajtótájékoztatón elérni, hogy nagyon sokan visszaéltek az elmúlt időszakban azzal, hogy kirakták az autójuknak a műszerfalára ugye a rokkantsági... Szerintem 10-ből 9 autó visszaél ezzel, igen. Rokkantsági kártyát, és ezt szeretné ön egy kicsit átírni, hogy is matricázzák fel ezeket azt az autókat. Igen, hogy ugye a fogyatékkal élők, nekem is a mamám rokkant nyugdíjas volt, amikor elment a kórházba, akkor a taxisnak odaadta ezt a kártyát, és a taxibe tudott menni a bejáratig. Viszont én azt látom, hogy 30-40-50 milliós autókban roki kártyával közlekednek emberek, elveszik mástól a helyet. Ha most én azt mondom, hogy 80x80-as matricát fel kell tenni kötelező jelleggel, akkor szerintem ezeket a szép autókat ezek az emberek nem fogják elcsúfítani, ergo sokkal több helye lesz a valós fogyatékkal élőnek, és megoldódik ez a probléma is. Nem bánta meg, hogy indult ezért a pozícióért? Melyik pozíció? Főpolgármesteri rajzi pozíció. Nem a pozícióért indultam, Robi. Azért indultam, mert bennem bízni fognak az emberek, és én szeretnék lenni a legjobb budapesti vezető, aki valaha is létezett és volt. Nekem az lenne a siker. Értem. Jó. Én kitartást kívánok önnek. Igen? Tulajdonképpen, hát most. Akkor viszont Robi, átadom a macit neked, jó? Jó. Nagyon szépen köszönjük. Ez lesz a legdrágább maci, és remélem, hogy jó helyre fog kerülni a pénz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Én is köszönöm szépen.